Szevasztok! Ádám vagyok, ez pedig itt a Tajgetos Show. Ma az ismerkedés vizeire szeretnék veletek elezni. Ez egy vadvízi elezésnek is mondható. Van egy ilyen dolog, hogy megtetszik valaki nekünk, vagy mi megtetszünk valakinek, vagy megtetszünk egymásnak, ugye? Ilyenről is hallani. És akkor hirtelen egy ilyen Möbius szalagszerű kommunikációs tükör labirintusban találjuk magunkat, amire egyáltalán nem számítottunk. Minden mondat elveszti az eredeti értelmét, minden gesztus dupla fedelő, vagy tripla fedelő, válik, és minden egészen egy ilyen falidérces síkon kezd el mozogni, és ebben ugye vagy kiismerjük magukat, vagy nem. Nagyon félelmetes dolog, hogy az ember kinyílik, és akkor ugye kudarc esetén fáj. Fogam belül valami, azt sem tudom hol van, a lelkem, vagy nem tudom, és ezt megpróbáljuk így elkerülni, ezért kitaláltuk, hogy játszmázunk. A játszmázásnak a stratégiájának a különböző fondorlatait a csinyát-binyát szeretném most 5 pontban összefoglalni nektek. Első pont. Bemegyünk egy helyre, ugye, ahol ismerkedik az ember, mondjuk egy ilyen kocsmában, leülünk egy ilyen pulthoz, és akkor mondjuk itt ülne egy nő. Az első pont az a mellőzés. Szóval, hogy ha mellőz minket az adott személy, az valószínűleg nagyon-nagyon jó jel. Ez azt jelenti, hogy igazán érdeklődik irántunk. Ennek vannak különböző vadhajtásai, meg túlburjánzó esetei. Például az ember oda megy konkrétan egy asztalhoz, és megkérjük, hogy menjen el, az egy ilyen megelőlegezett házastársi szerződés. Szóval, hogy olyankor, tehát annyira magabiztosok lehetünk, hogy akár évekig is távol maradhatunk tőle, nem kell hozzászólni, mert egyszerűen teljesen biztosok lehetünk a szimpátiájának a mértékében. Puff. 2. Hogyha valamilyen úton, módon mégis sikerült beszélgetésbe elegyedni vele, akkor mindig legyen az első mondatunk valami egészen indiferens dolog. Az a lényeg, hogy semmiképpen ne áruljuk el az érdeklődésünket iránta. Mondjunk valami olyan dolgot, hogy a prizma az egy olyan átlátszó anyagból készült hasáb, aminek a törésmutatója eltér a környezet törésmutatójától. Klasszikus kezdő mondat. És akkor az már az ő fejében történik, hogy mi a prizma, mi a törésmutató. És ha megkérdezi, hogy mi az Istenről beszélünk, akkor nézzünk ilyen misztikus szemekkel. Őrizzük meg az intellektuális fölénk, és garantáltan csak ránk fog tudni gondolni a következő hetekben. A harmadik pont, hogyha esetleg valamilyen furcsa módon megtörténik, hogy tartalmas beszélgetésbe elegyedtetek. Legyünk elfoglalva távolabb nőkkel, és aztán nyilván rájuk se nézzünk, mert azt nem szabad. Néha jó, csak ha így a pultot így nézzük, és akkor nézzük, hogy itt milyen érdekes dolgokat lehet találni. Közben egy beszél, mondja ezeket az amúgy sajnos nagyon érdekes dolgokat. Éreztetnünk kell, hogy a mi figyelmünket nem olyan könnyűen megnyerni. Hogyha az ember alulávazza magát, akkor ott is fog maradni azon az alsó polcon, ahol rakta magát, hanem pedig ugye nem nagyon szeretünk leemelni semmit. Puff. Negyedik pont. Még a legegyoldalú beszélgetéseknek is ugye vége szakad egyszer. Nyilván bár úgy csináltunk, mintha nem ez lenne a helyzet, hogy szeretnék megtartani vele a kapcsolatot a jövőben is. Semmiképpen ne kérjük el az elérhetőségeit. No way! Szóval a nevét is felejtsük el, hogy ki? Felejtsük el, és akkor nyilván utólag egy ilyen közös ismerősünknek a Facebookján kell majd kibogarászni, hogy melyik volt, mert eljátszottuk, hogy elfelejtjük, és ezzel tényleg elfelejtettük, mert hülyék vagyunk teljesen. Szóval, hogy Margit, és akkor az ember kattingat, és akkor végre egyszer áttalál, és az ilyen csodálatos érzés, amit ugyancsak nem szabad kifejezni, semmiképpen nem szabad bejelölni. Haló! Semmiképpen. Ha amúgy elgyengülünk, akkor is legalább 3 napot várjunk, mert nem szabad rögtön így elárulni magunkat, amikor ilyen jól csináltuk az estét. De mondom, akkor vagyunk a legjobbak, hogyha be se jelöljük, hiszen fontos ember. A fontos embereket nem jelöljük be, a nem fontos embereket nyakló nélkül, aki fontos, attól minél inkább távol kell magunkat tartani. 5. pont, hogyha esetleg mégsem szakadna meg ez a tartalmas beszélgetés, és valamelyikünknek a hálószobájában kötnénk ki, ahogy az ágyhoz érünk,
befekszünk és azonnal elalszunk. Ő pedig felhajzva, mindenféle elvárással telítve ott marad, mert nekünk ugye ez a fontos, hogy az elvárásokat soha ne adjuk alá, ne pukasszuk ki. Ő is lehet, hogy tudja ezeket a taktikákat, úgyhogy figyeljünk, mert lehet, hogy az ágyvezérben lesz egy ilyen kialszik el hamarabb verseny. Már tudjuk azt a taktikát alkalmazni, ha megfelelő mennyiségűt iszunk, hogy már az odaúton tulajdonképpen kicsit belebóbiskolunk, és akkor tulajdonképpen neki kell úgy minket betessék enni a szobába, és akkor már tulajdonképpen nyertügyünk van. Mert így megőrizzük a méltóságunkat is, meg a státuszunkat is. És miénk lett a nő? Szóval ne feledjétek, a szerelem háború. És a háborúban győzni akarunk. És ha győzünk, nem kell mindenféle intimitással pepecselni, meg ilyen érzelmekben tapicskolni, ami aztán így ráfröccsen az emberre, hanem fényeskedve, délcegen, érintetlenül tudunk létezni tovább, mert számunkra ez a legfontosabb. Ádám vagyok, ez volt a Tajgató Show mai adása. Ma játszmázást dobtunk fel a Tajgátószról. Legközelebb valami más érdekes dolgot fogunk legörgetni a mélységbe. Addig is mindenki iratkozom el a csatornámra, nyomja meg azt a kis csengő gombot, mert akkor ezt mondjuk is bling, és akkor mindenki tudni fogja, hogy éppen új videóval jelentkezem. Mindenki írja meg, hogy neki milyen hasonló hatékonyságú praktikái voltak így az élete során. Sziasztok!